Vidám gyermekek, büszke karácsonyfa tulajdonosok gyűltek össze december 16-án vasárnap a második karácsony sétány megnyitójára a Lehel-mozi előtti téren. Szeretettel köszöntjük azokat a közösségeket, akik vállalták azt a nemes feladatot, hogy a közösségek karácsonyfáját feldíszítik ez évben a város számára. 2018-ban 7 közösség szervezet helyezte el, s varázsolta ünnepi köntösbe fenyőfáját. A közösségek adják át egy még nagyobb közösségnek ezeket a fákat, és hát a város nevében én nagyon szépen köszönöm, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy még szebb, díszesebb legyen ebben a szép időszakban ez a park. Gáldobos Bea programfelelős vezetésével indult a séta, mely magában foglalta a karácsonyfa tulajdonosainak bemutatását, legfontosabb célkitűzéseiket. A kiállítók körbeállva kézzel készített díszeikkel dekorált fáikat rövid műsorral is készültek a karácsony sétány megnyitójára. Egyedül táncolnék, de valaki suttog. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény fiataljai táncoltak, míg a gólyaóvisok énekeltek, s mondókát szavaltak, ünnepi viseletbe öltöztetett fájuk előtt. Ég a gyertyai! Mint református intézmény még különös hangsúlyt fektetünk az adventi időszakra, és ezért nagyon örültünk ennek a felkérésnek, és nagy lelkesedéssel készítettük a díszeket a fára. Angyalka, hóember, kisharang is került a gólyaóvisok fájára, míg a Cantate Nobis énekegyüttes díszei egyértelműen kifejezték készítőinek szenvedélyét, hivatását. És nagyon jól sikerült, és utána, amikor már a fát itt a helyszínen fel kellett díszíteni, az is jó hangulatba telt. Fáztunk ugyan egy kicsit, de végül is sikerült fölépíteni, úgyhogy a Cantate Nobis ének együttes is szeretettel átadja a városnak ezt az általa feldíszített fát. Az adventi programok a Szent Háromság téren felállított sátorban folytatódtak. Kicsik és nagyok, anyák és gyermekeik, nagyszülők és unokáik közösen készítettek kerámia mécses tartót, vesszőfenyőfát, textilkincses ládát, vagy éppen csuhéj angyalkát. Megpróbálnék egy olyat, hogy kilapítom, rá rajzolok egy hópihét, és aztán kiukasztom, és akkor, ha megszárad, felrakhatjuk a fára. A Jászsági Népművészeti Műhely alkotói népesítették be a sátrat különböző tevékenységekkel, ami nem csak gyerekeknek szól. Itt karácsonyi díszeket, illetve kiegészítőket, ajándékokat lehet készíteni, és egy kicsit ráhangolódni az egy hét múlva elkövetkező ünnepekre. Hogyan készül ez a dísz? Hát van egy gömb, arra rárakunk ilyen anyagot, összekötjük, és akkor ilyen díszeket rá. Karácsonyfát készítünk fűzvesszőből és gyékényből, szalagfonóval, szárdfával szűjük össze, itt a háttérbe készül egy, amint látjátok, és a végeredmény az egy ilyen szép kis csavart karácsonyfa minta lesz. Zöld szalaggal, piros szalaggal, időigényes és családi munka az a szép benne, hogy látni itt is anyja, lánya, unoka hárman együtt dolgoznak. A nagy munka közben, hogy a kreatív alkotók ne maradjanak éhesen, ötletesen passzolt a szervezők által Hópihe Uzsonna névre keresztelt programeleme. Beiglit, piros almát és egyéb finomságokat kínáltak a sátor látogatóinak a Szántai család jóvoltából, akik már 8. éve tesznek tanúbizonyságot nagyvonalúságukról. Idén először a karácsonyi szeretet ebédje finomságokkal teli uzsonnával egészült ki. Szeretnénk, hogyha mindenki számára fontos lenne, hogy ilyenkor jó adni, mindig jó nyilván, de ilyenkor még fontosabb, hogy adjunk szeretetet és gondoskodjunk másokról. A kora délutáni adventi programokat követően fellobbant a városi koszorú harmadik gyertyájának fénye is.